A Hamburg megnyeri a Füchse Berlin elleni rangadót, és hát így még nem dőlt el a negyedik hely sorsa, akár még a Hamburg is odaérhet. Minden esetre egy dologban negyedik a Hamburg, mégpedig abban, hogy a negyedik együttes, amely képes ebben a Bundesliga szezonban a Füchse Berlint legyőzni. Úgyhogy a Berlin vendég. És közben egy óriási sérülés, Ninčević került a földre, és stabil oldalfekvésbe teszik, nem tudom, mi történt a háttérben, és hogy van-e ennek köze az iménti kakaskodásokhoz. A Lion megy oda az orvoson és a gyúron kívül. Mi történt Ninčević-sel? Ott aggódik Lackovics is, meg Vori is. De Ninčević lélegzik. Na hát, ebből látunk valamit. Duvnyák megy. A Janzel leütötte a háttérben Ninčević-et. És hogy nincs jól a szélső, az egészen biztos. Nem tudom, hogy a német kollégák találnak-e majd olyan kameraállást, amiből több is látszik. Ez Poljarić és Vori, illetve Lackovics tanácskozik. Ott a háttérben egy mozdulat Janzentől, ami után Ninčević összeesik. Nem érdemes az előteret figyelni. Nem vették észre a játékvezetők sem talán. Kár, hogy így fejeződik be ez a mérkőzés, és kár, hogy akár még súlyos sérülést is szenvedhetett Ninčević. Kíváncsi vagyok az eset következményeire. Thorsten Janzent mivel büntetik majd? Itt van. Gondolom például egy egyből piros lapot megérdemelt, azt meg is kapta. Hogy ennek mi értelme volt? Thorsten Janzent pedig eddig azért nem úgy ismertük, mint egy sportszerűtlen játékos, de hogy a csapata három gólos előnyénél egy perccel a vége előtt mi értelme van oda menni és Ninčević-et leütni? Ez súlyos kérdés. És az is, hogy majd a Bundesliga vezérkara és fegyelmi bizottsága hogyan reagál erre. Dagur Sigurdsson oda megy Martin Schwabhoz, és nyilván kifejezi értetlenségét ezzel az esettel kapcsolatban. Nem tudom, hogy mi történt, de abból, ahogy a két horvát kékmezes hamburgi odament aggódni Ninčevićért, azt gyanítom, hogy ez nem lehetett egy szép dolog, és hogy akár még súlyos sérülés is következhet belőle. Duvnyák is nézi, hogy mi van Ninčević-sel. Mindenki a fejére lenne kíváncsi. Lackovics is vigasztalja, Vori is, szóval gyakorlatilag mindenki sportszerű a Hamburgból, egy játékos volt, aki nem volt az. Martin Schwab is oda megy szerintem bocsánatot kérni saját játékosa helyett. Így van. Nem látjuk, de a jobb szemével van baj Ninčević-nek. És hát volt már olyan eset, amiben belevakult kézilabdázó. Nem mondom, hogy szándékos. Hát reméljük, hogy itt azért ennyire súlyos következmények nem lesznek. De hogy Thorsten Janzen ezt a mérkőzést elrontotta számunkra, az egészen biztos. Láttunk egy kemény, de sportszerű és rendkívül izgalmas, magas színvonalú jó kis meccset.